Üdvözlöm a televízió nézőit, a mai adásban a 82. Móri bornapokról beszélgetünk, aztán Hegyi Gyöngyivel ellátogatunk az Életfa táborba, Schmidt Ferenccel, az Életfa országos egészségőrző program igazgatójával, tulajdonosával. Arról beszélgetünk, hol áll most a program, illetve mik a jövőbeni tervek. A Hotel Vécse City ötletének kialakulásáról dr. Takács Tiborral, a tulajdonossal beszélgetek majd. Móron rengeteg kulturális esemény van, és az egyik legfontosabb, ami a bor köré épült, az a 82. bornapok lesznek. Mik találhatók a program kínálatban, pontosan mikor lesz a rendezvény? Így van, a legnagyobb fesztiválunk a Móri Bornapok, amit 1934-ben rendeztek meg először itt Móron, és ugye a rendezvénynek a célja a Móri Bor népszerűsítése volt már akkor is, és természetesen ez a mai napig a fő célja a rendezvénynek, a bor, illetve a kultúra népszerűsítése. Nagyon sok programmal készülünk, és próbálunk minden látogatónak a kedvére tenni, és mindenkinek megfelelő programmal készülni. Az idei évben Fuvolzenekari Fesztivál színesíti a rendezvényt, páros években Fuvolzenekari Fesztivál, páratlan években pedig Néptánc Fesztivál csatlakozik a Móri Bornapokhoz. Egyébként kiváló minősítésű fesztivál lettünk a Magyar Fesztivál Szövetség besorolása által, úgyhogy igyekszünk megtartani ezt a színvonalat és évről évre hozni ezt a minőséget. Az idejében szeptember 29 és október 2 között lesz a Móri Bornapok és a 11. Nemzetközi Fuvolzenekari Fesztivál. A programok már csütörtökön kezdődnek, ekkor kiállítás megnyitók vannak, illetve az este folyamán Grecsó Krisztián és Koller Klemenc Lászlónak a zenés estje, a zenés irodalmi estje, utána pedig a Kis Ádám önálló estjével egy Duma Színházzal zárjuk a csütörtököt. Pénteken van a fesztiválnak a hivatalos megnyitója, 5 órakor a nagy színpadon, és utána kezdődnek már a nagy színpadi programok, és nagyon sok protokoll rendezvény is van. Természetesen péntektől már nyitva van a Bor utca, hiszen ugye ez az egyik legfontosabb, amit a legtöbb látogató keres. Móri Borvidék hegyközségének a borászai települnek ki a Bor utcába, és péntektől vasárnapig lehet náluk jobbnál jobb borokat kóstolni a rendezvény ideje alatt. Péntek este a nagy színpadi fellépők a megnyitó után a Szabó Balázs bandája lesz, utána pedig egy Ruzsa Magdi koncert lesz, és este pedig a Smart Band utcabál zenét játszik a színpadon, és akkor ilyen hajnalig tartó buli van. Pénteken még egy fontos esemény is lesz, méghozzá a borkirálynő választás, a 19. borkirálynő választás. Minden évben van ez a rendezvény, és a kiválasztott borkirálynő egy éven keresztül képviseli a Móri borvidéket különböző rendezvényeken, borversenyek alkalmával. Szombaton ugye a fesztivál nevében is van, hogy Nemzetközi Fuvolzenekari Fesztivál is társul a rendezvényhez. Ez szombaton 10 órakor kezdődik maga a fuvolzenekaroknak a fellépése, és 10-től 5-ig a nagy színpadon fellépnek a magyar, illetve a nemzetközi fuvolzenekarok. Van egy zsűri, aki folyamatosan figyeli őket, és az este folyamán minősítést is kapnak itt a fesztiválon nyújtott teljesítményükről. Nagyon szeretik a kézműves vásárokat. Itt a Lambert-Kastély udvarán egy gyönyörű szép népi kézműves vásár van, ahova már nagyon sok látogató csak emiatt tér vissza a bornapra, hogy ezt a vásárt megnézhesse. A városban is vannak vásározók, természetesen van Ízek utcája, úgyhogy nem csak inni lehet, de enni is. Aztán a nagy színpadon itt is koncertekkel zárul természetesen a szombat is. Berecki Zoltán fog fellépni, illetve őt követi majd Fenyő Miklós a nagy színpadon, és utcabállal zárul ez az este is, a Retro Band szolgáltatja a zenét. Ugye a hagyományos sportprogramok, mint a lövészverseny, a tollaslabda, a sakk, a
tenisz, a futás, a foci természetesen. Ezek mellett például motoros bemutató, stunt riding show is lesz, illetve egy csilletoló verseny is, ami talán nem is annyira sport, de egy nagyon érdekes kis esemény. A bányász szakszervezet szervezi ezt a versenyt, és nagyon érdekes, látványos színesíti ez is a programokat. Ami a vasárnapnak egy üde színfoltja délelőtt folyamán, ez az 1000 jó fiú választás úgymond. Ez a Lambert-kastély hátsó kertjében van, a kútháznál. Ott van egy bukfencező puttó ivókút, ez egy bronzból készült, a Nagy Benedek által készített ivókút egy kis szoborral, és vasárnap 10 órától nem víz folyik belőle, hanem 1000 jó. És a hagyomány azt tartja, hogyha a bornapok ideje alatt ebből a puttóból valaki iszik 1000 jót, akkor annak a következő évben fiúgyermeke születhet. És most már vannak visszatérő családok a kisgyerekekkel, és akkor ilyenkor ők mindig kapnak valami kis ajándékot, egy jelképes ajándékot, és akkor itt a Borbarát, a Mori Borbarát Hölgyek Egyesülete által egy ilyen kis ünnepséget szerveznek. Úgyhogy még ez is a boros programokat színesíti. Természetesen a nagy színpadon itt is már 10 órától kezdve különböző tánccsoportok, egyesületek lépnek fel, akrobatikus sporttánc bemutatók is lesznek, illetve a másik fontos boros esemény a borlovag avatás, ami szintén egy nagyon látványos esemény. A Mori Brindisi Szent Lőrinc Borrend a gazdája, a házigazdája ennek az eseménynek és a szervezője, és a bornapok ideje alatt választják meg az új borlovagokat. Általában két főt szoktak választani, és ők a színpadon különböző megmérettetéseken mennek keresztül, becsukott szemmel bort kóstolnak, lopózás, egyéb ilyen játékos feladatok vannak, és ott avatják meg az újdonsült borlovagokat is. Koncertekkel zárjuk az estét, a The Beepers zenekar lép fel, aztán őket követi a Halott Pénz, utána pedig lesz egy tűzijáték 10 órakor, amit nagyon sokan szeretnek és várnak, és ezt követően pedig egy utcabál a Viking zenekarra, úgyhogy még vasárnap éjjelig várjuk az érdeklődőket. Ez a rendezvény többségében ingyenes, néhány előadás van, ami belépődíjas, viszont a Mori Bornapok hivatalos honlapján, illetve a műsorfizetben is feltüntettük, ha valami belépődíjas, de mondom, a nagyszínpadi programok mind ingyenesek, általában a zárt termekben lévő egy-egy előadás belépődíjas, de a műsorfizetben, illetve a honlapon megtalálják az érdeklődők. Itt hangsúlyozottan beszélünk valóban a történelmi borvidék erejéről, a borról. Hát ez is majdnem 100 évre tekinthet vissza, és a bornapi rendezvényeinknek is van most már egy új eleme, és visszanyúlunk a történelmi, úgymond kipattanó ponthoz, ugyanis egy budapesti boros gazda 82 évvel ezelőtt hozta létre tulajdonképpen a bornapot. Személyi gőzössel érkeztek Budapestről azok a kereskedők, azok a borászok, akik egyébként erről a vidékről vitték a bort a fővárosba és szerte a világban. És az idén szeretnénk meglökíteni azzal, hogy egy nosztalgia gőzös indul Budapestről Mór városába reggeli órákban, és nem csak a fővárosiak, hanem a székesfehérváriak, és ahol megáll ez a nosztalgia járat, akkor a városba tudnak érkezni. A sváb kultúrát megőriztük, és a bornapi rendezvényeinknek a kulturális blokkja az e köré gyűlik. Így páros évenként és páratlan évenként rotációban táncfesztivál, népzene és néptáncfesztivál, vagy fúvószenekari fesztivál van. És hát természetesen a sváboknak a sajátja a fúvószene, és nálunk még mindig úgy hívjuk a fúvószenekart, hogy Móri Ifjúsági Fúvószenekar, és ebben jól megfér a 6-7 éves diák, és megfér a 75 éves zenész is, aki valójában majdnem az összes 82 évet átöleli.
A borfesztiválunk a Móri Bornapok idén is, mint minden évben hagyomány szerint október első hétvégéjén kerül megrendezésre. Ez első és másodika, illetve hát előtte még szeptember 29-30-án csütörtökön pénteken már elkezdődnek a programok. A fesztivál legnagyobb attrakciói pedig első és másodikán szombat-vasárnap lesznek. Különböző könnyűzenei koncertek, borutca, vásár, kézműves vásár, nyitott pincék, kulturális programok, illetve hát fuvolzenei fesztivállal is várja a Bornapok a résztvevőket. Borkultúrában én úgy gondolom, hogy a Móri borvidék sokszínűségét, az ezer jónak az ezer arcát, ahogy szoktuk mondani, megtapasztalhatják. Mind kinn a Bor utcában, ahol a 20 pincészet, kitelepült pincészetnek a borait kóstolhatják meg, ez évről évre körülbelül 150 féle bort jelent, illetve a nyitott pincékben. Ott már tényleg egy kicsikét a borkultúra, a kellemes környezetben való borfogyasztáson van a hangsúly, a pincéknél le tudnak ülni a vendégek, egy kis zsíros deszkával, kis borkorcsolyával, esetleg a borok mellé még valami egyéb nyalánkságokkal, finomságokkal szolgálhatnak a pincék, ez legyen akár étel, tehát egy parasztál, legyenek akár italok, hiszen van ott, vannak olyan pincék, ahol esetleg pálinkákat vagy borkülönlegességeket is kóstolhatnak a kedves vendégek. Én úgy gondolom, hogy ez inkább a minőségi borfogyasztás, a borkultúra felé helyezi a hangsúlyt. A Bor utca az pedig emellett úgy gondolom, hogy a fiataloknak egy hatalmas szórakozási lehetőség. De azt gondolom, hogy határt maga a tér szab, hiszen a nagy színpad előtt egészen a kapucinus templomig egy nagyon impozáns tér van, ugye két oldalt a Bor utca veszi körbe ezt a teret, viszont hát van egy mérete és egy befogadó képessége, úgyhogy hát ez az, ami teret vagy korlátot szabhat a rendezvénynek. Igyekszünk több helyszínen több programot szervezni, hogy egy picit jobban szétosztódjanak az emberek, és ne egy helyen csoportosuljanak, hanem minél több helyen legyenek a városban látogatók. Dr. Takács Tibor, a Lavécse City tulajdonosával beszélgetünk, és hát felmerül a kérdés, az 1700-as évekig nyúlik vissza a kastélynak a története, amiből ön mondjuk, hogy romokból épített új kastélyt, és egy teljesen új világot ide Hernádvécsére. Hogyan jött az ötlet? Hogyan jött egyáltalán Hernádvécse? Jogot kérdez, ami valóban jogos felvetődés. Honnan jött az ötlet, ugye, ahhoz hozzá kell fogalmazzuk az én korábbi élettörténetemet. Én egy állatorvos vagyok, tehát így még kacifántosabb a dolog, és egyetemi oktató, kutató voltam évtizedekig, majd vállalkozó lettem. De meghatározó gyerekkori motiváltságom az építészet iránti elkötelezettség. Tehát én nem lettem építész, de hogy így összerakni, tervezni, átírni, de erre számos kisebb példa volt a korábbi életemben is. És tehát házaink, nyaraló, székház, termelőtelep, ezek mind magam terveztem. Elkapott egy ilyen, nem szívesen nevezem kórságnak, de egyfajta leküzdhetetlen vágy, hogy vegyek egy kastélyt. És hagytam magam ebben a vágyban kiteljesedni, tehát megvettem a kastélyt. Nyilván több tényezője van, nem utolsó sorban az is, hogy amikor ez elhatalmasodott rajtam ez a indítatás, akkor még fiatal voltam, mert csak 60 éves voltam. És hagytam magam, ez a dolognak a lényege. És tudatosan kerestünk olyan pontot a feleségemmel, amely turisztikailag, meg tájilag, meg magyar értékében egy különleges. És hát az egész Hernádvécse történethez hozzátartozik, az, hogy én debreceni vagyok.
Debrecenben, Debrecen környéki kevés a vár, de ha lenne, akkor se kéne, mert az a lapos vidék az nem nyerő ilyen szempontból. Feleségem egyébként szlovén, tehát hogyha őt idehozom, akkor hazavittem. Ez a felszínformálódás itt a Cserehát, Zemplén előttünk, ez nagyon szívhez közel álló. Hadd mondjam, hogy itt bent, ahol vagyunk most, a kastély, illetve a hotel kertjében, itt 20 méter szintkülönbség van, ha bejöttem a kapun, de már az is 5 méter, mire elérek a kapuhoz, kint a faluból, a templomtól, és föl a listálóig. Tehát ez egy szempont volt, hogy ilyen legyen. Egy másik szempont, ami lényeges is az üzemeltetésünkben, meg a ház szellemével, lelkében, az, hogy környes körül nagyon sok, az országos általán lényegesen több híres, nevezetes kulturális történelmi emlék van. Ez Boldogkővártól Füzérig, Akterektől Tokaig, számos, erre van egy nagyon szép kis kiadványunk egyébként, amit a vendégnek odaadunk. 11 utat ajánlunk, innen kiindul, az 11 nap. Tehát a vendégek szót fogadnak nekünk, és akkor ezt a 11 utat végigjárnak, akkor mi jól lennénk, mert lenne vendég. És hát azon túl, hogy ez egy gazdag, ilyen történelmileg gazdag magyar vidék, Abaújvárat szoktam emlegetni. Hát Aba Sámuel a király innen képes volt az országot ennyire integetni. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Nekem egy nagyon lényeges feladat volt az, hogy elmagyarázzam ismerőseimnek, akik arrébb laknak, hogy úgy mondjam, abba úgy tól, hogy hol van Hernád Vécse. Mert ezt senki nem tudta. És a prospektusaink azok egy oldal térképen mutatják, hogy igen, itt van Miskolc, itt van Kassa, és nézd csak, itt van Hernád Vécse. És ez abból a történelmi létezésből tűnt el, vagy romlott így le ez az ismeret, hogy itt a 19. század, az 1800-as évek elején Mária Luisa, a Napóleon második felesége, illetve az ő emberei, akik megszerezik útját, tudták, hogy itt van egy ilyen úrilak. És Mária Luisa itt az 1800-as évek elején itt hált meg, mikor ment a Bonapartit meglátogatni a orosz harcmezőkre. Történelmi tény. És adott egy adományt a Vécsei János építő gróf feleségről, Splényi Zsuzsának, hogy te csináltak már egy templomot, mert elakadt meg egy templom, és nem volt templom. És így fűződik a templom történet a kastély történetéhez, de Horthy Miklós is járt itt. Ezt tudom a utolsó arisztokrata tulajdonosnak, a báró Szardanya családnak a 1920-as években indított vendégkönyvéből, ott van szépen ő főméltósága, Horthy Miklós. Abból a kegyetlen állapotból Hernád Vécse egy pár évvel ezelőtti statisztika szerint az ország második legszegényebb települése volt. És hát nem igaz, hogy az ember itt maga nem tud ebből valami kimozdulást csinálni, és ez a falun is látszik, sokat változott a falu képe is. Részben a nevelői ráhatásunk következtében, részint a hozzájárulásunk következtében. 1700-ra tehető nagyjából a kastélynak a története, az alatt sok minden történt itt, a falu teljesen elnéptelenedett, hiszen a törökök után nem maradt semmi, aztán pedig ugye jöttek egyre más a veszedelmek, és hát a kastély épülete is teljesen leromlott, ezt fotókon láttuk. Mégis meglátta benne a lehetőséget, és úgy döntött, hogy ebből egy virágzó komplexumot készít. Ez nem volt eleve adott, hogy komplexum lesz. A kastély az volt a... Csak a kastély. Mániám, hogy így mondjam. De nagyon hamar bejött az a gondolat, ami az előzőekből fakadt, hogy ha ez a kastély itt 1790-1949-ig egy gazdasági centrum tudott lenni. Tehát eltartott ezt a falut teljesen nyilvánvaló, hát a parasztok itt dolgoztak ennek a területén. Társasági centrum volt, mert ide jártak a Degenfeldék, a Andrásiak, a Meltzerek, ki mindenki, tehát Palavicsini a szomszédból. Tehát annak a bizonyos említettem emlékkönyvnek az volt az érdekessége, hogy eseményeket nevez meg. Nem tudom én, 1924. október valahány szület, és akkor a részvők aláírtak, és ezeket találja az ember. És társasági, kulturális, ennek megfelelően
és gazdasági centrum volt is. Na, hogy ezt vissza lehet-e hozni? Mert hogy csak kastély marad, úgy hát kipingálom én, mint kastély úr, még évek valamennyi kis évet, és aztán kezdődik minden előről, hogy hozni belőle egy életre való üzemet, ha úgy tetszik. És így lett ez Szauda. 55 lakóegységgel, így mondom, mert szobák, apartmanok, lakosztályok. Együtt ilyen 140-150 ember tudunk elhelyezni, de volt már nagyobb igény is, hogy mindenképpen helyezzük, és meg is oldottuk egy kassai veterán autó találkozó, és hát 9 hektáron adjuk itt a hozzá való szolgáltatásokat, amik a szokásos hotel szolgáltatásoknál sokrétűbbek. Szóval a lótól a tóig, panoptikumtól, ha nézték a ószínpadig, tehát a kultúra is itt van. Mondhatnám, hogy a kultúra meg a társaság már együtt van, a gazdaságra még várni kell. Beszélgetünk az Életfa program életvezetési tanácsadójával, védőnővel, reflexológussal, és ha már felkészítettük a gyerekeket az iskolára és az óvodára, mind lelkileg, mind pedig egészségileg, akkor most egy picit a táborokról beszélgetünk, hiszen nagyon sok táborotok van, vagyis ha nincs is annyira sok, de egy mindenképpen van az Életfa tábor, amit minden évben megszerveztek, és ilyenkor az anyukák, ahogy mondta, töltődhetnek. Így van, pontosan. Mit kell tudnunk erről a táborról, kik vehetnek részt benne, és körülbelül mikor szokott lenni? 2006-ban alakult a gyerekklubunk, most már több mint 2000 csemetétre van az Életfa gyerekklubban, és mindenki, aki Életfa gyerekklub tag, részt vehet a táborba. Most vasárnap vittük le a gyerekeimet is ebbe a Beregdaróci táborba. Szabolcs-Szatmár már Bereg megyébe található, Beregdarócon a 7 csillag üdülő, és itt most már a 6. gyerektáborunk van Beregdarócon, és azt gondolom, hogy ez a tábor azért más, mint a többi megszokott tábor, hiszen nagyon-nagyon sok Életfa program egészségmegőrző termékével szereltük fel ezt a tábort, és ennek a legfontosabb célja ennek a tábornak, hogy az ott nyaraló gyerekek nem csak hogy barátságot kössenek, ne csak jól érezzék magukat, hanem az egészségmegőrzést tanulják meg tőlünk. Hogyan képzeljük el egy napjukat a gyerekeknek? Milyen foglalkozáson vesznek részt? Hát most ugye zajlik a 7. Beregdaróci tábor, hiszen egy volt Komáromba és 6 Beregdarócon, tehát ez a 7. Életfa gyerektábor. Most jelen pillanatban zajlik, úgyhogy a mai napjukat el is tudom mondani, hiszen egy 7 kilométeres túrán vannak most túl a gyerekek. Úgy kell nézni, hogy 9 évestől 16 évesig vannak a gyerektáborba, és a reggel az úgy kezdődik, hogy eléneklik az Életfa himnuszt, a zászlót felvonják, utána csikungoznak, és utána mennek reggelizni. És utána, most például délelőtt egy 7 kilométeres túrán vannak túl, és nagyon finom házias ételeket fogyasztanak az étterembe, tájjellegű ételeket, és utána fél órára megkapják a mobiltelefonjukat, ugyanis a mobiltelefonok és az egyéb laptop és tablet és minden egy nagy dobozba el van zárva. Tehát most ebéd után megkapják a mobiltelefonjukat, és fél óra van, hogy a szülőket értesítsék, hogy hogy érzik magukat, utána dobozba landol a készülék, és kincskeresés lesz a mostani program, a délutáni, és vacsora után kapják meg még fél órára a mobiltelefont, és ugye azok a szülők, akik hallgatják a műsort, és gyerekeik vannak, és már nagyobb gyerekeik, tudják azt, hogy milyen nehéz elvenni a gyerekektől ezeket az okostelefonokat és egyéb dolgokat, itt pedig teljes mértékben a természet, és akikkel ott vannak, azokra való koncentrálás és a programokon való pozitív részvétel a cél.
testmozgást azt említettél, illetve az egészségről beszélünk, hogy itt megtanulják a különböző egészségmegőrző dolgokat. Hogyan képzeljük el, vannak-e közös főzések, nem tudom, bármi egyéb, ami ezt fejlesztheti. Van egy varázskonyha itt a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy reggel már vitaminokkal várják a négy tábor vezető vitaminokat, készítenek nekik, illetve vannak különböző délutáni 10 órai uzsonnai sékek, amiket megkapnak, illetve van az izott teánk, van az ice teánk, amit ugye folyamatosan tudnak fogyasztani. És nekem ami a legjobban tetszik az az, hogy a konyhának egy bizonyos részén ki vannak téve a krém. Krémeink. És elmondják a táborvezetők, hogy melyik krém, mert mire kell használni, és már a nagyobb gyerekek, sőt előfordul, hogy egy 10 éves kislány, nagylány, mint például az én kisebbik lányom, elmondja az ő barátnőjének, aki például most újonnan van a táborba, Tatáról, hogy melyik krémet hova kell kenni, melyik krémet miért kell kenni, egymást tanítják. És én azt gondolom, hogy gyereknek gyerek a barátja, és sokkal jobban elfogadja a kortársaitól, hogy most te miért te a fakrémmel kented be a szúnyogcsípésedet, és miért nem esetleg mással, amit én hoztam, de nem életfás termék. Mik vannak még a táborban? Tehát ha ugye erről a táborról már egyértelműen lemaradtak az emberek, de illetve a gyerekek, de azért jövőre lesz 8. táborotok. Hogyan szeretnéd motiválni mondjuk az embereket? Mindenkit nagy szeretettel várunk a 8. Berek-Daróczi gyerektáborunkba. Mindenképpen a természetről szól, mindenképpen a falusi környezetről. Tanyára mennek el a gyerekek, lovaskocsiznak, látnak baromfikat, tyúkokat. Ugye a mai városi gyerekeknek ez nagyon nagy dolog. Nekem nagyon tetszett az, hogy van egy 95 éves néni a faluba, aki elmondja a régi dolgokat, hogy régen ők hogy éltek, mi az, ami történt velük. Keresztszemes öltések, hímzésekre tanítjuk meg, és a fiúk is nagyon-nagyon ügyesen és szépen foglalkoznak ezzel, és ami nekem a legnagyobb dolog volt ebbe a táborba az az, hogy a régi gyerekkori játékokat, ami nekünk egyértelmű volt, a számháborúzás, a különböző csapatjátékok, az, hogy tanuljunk meg küzdeni, tanuljunk meg harcolni azért, hogy a mi csapatunk nyerjen, ez végigvonul az egész 5-napos táboron, vagy 6-napos táboron, hiszen már rögtön az első nap 2 csapatba osztották a gyerekeket, nem feltétlenül barátnő került egy csapatba, és így úgy mennek haza, hogy mindenki megismeri a másikat. Hogyan képzeljük az infrastruktúráját a Berek-Daróczi tábornak? Az infrastruktúrája fantasztikus, hiszen ugye majdnem a 3-as határnál van, tehát a határon van ez a tábor, és nagyon-nagyon nehéz a wifi kapcsolat, nagyon-nagyon nehéz az internet kapcsolat, illetve van egy hatalmas úszómedence, ahol tegnap például medencés versenyek zajlottak, van szauna, van jacuzzi, és nagyon-nagyon nagy terek vannak arra, hogy a gyerekek tudjanak játszani. El kell képzelni egy hatalmas füves részt, egy nagyon sekély, de nagy tóval, és pingpongasztalokkal, játszótérrel, és az egész a szülők számára a lényeg, hogy körbe van kerítve. És azért 7 csillag üdülő, mert innen 7 falunak a templom tornyát lehet látni, és nekem volt szerencsém az 5. gyerektáborba, mint nevelő részt venni, és én azt mondtam, hogy a béke szigete. A gyerekek teljes mértékben fel tudnak töltődni, csak magukkal, illetve a kortárscsoporttal tudnak foglalkozni, és jöhet az iskola. Tehát ez is egy kicsit így felkészülés, igen, szempontjából fontos lehet. Ha esetleg aggódunk a gyerekért, van-e lehetőség arra, hogy a szülő meglátogassa? Lehetőség van, tehát mi nem zárkózunk el semmitől, viszont azt gondolom, hogyha egy szülő meglátja a gyermekét, illetve a gyerek a szülőt, onnantól kezdve már nem marad a táborba. Van lehetőség a 4 táborvezetőt folyamatosan hívni, és érdeklődni, hogy mi van a gyerkőccel. Én senkinek nem javaslom a 8. gyerek táborba, hogy menjen le az 5 nap alatt a gyerekhez, hiszen én azt gondolom, hogy a gyereknek meg kell tanulnia szocializálódni, meg kell tanulnia azt, hogy egy 5 nap a táborban jól érezze magát, illetve a szülő nélkül legyen. Ami még nekem nagyon-nagyon tetszik a gyerektáborban, az az, hogy ugye én üzletasszonyként nyáron
két nagy lányjal mindenképpen valamilyen szinten gátol az otthoni vállalkozói munkámban, hiszen amikor szeptemberről becsöngetnek és június közepén kicsöngetnek, azért nincsenek otthon a gyerekeim napközben, és a táborozás, maga a tábor nekünk is kell szülőknek, hiszen kikapcsolódunk, és a párkapcsolatnak is nagyon-nagyon kell, hogy az apa-anya együtt legyen végre pár napig, hiszen amikor én elmegyek a két gyerekemmel és a párommal sétálni, akkor a két lány csacsog, folyamatosan beszélnek, mi válaszolunk, de az, hogy mi beszéljünk egymással, az ugye nagyon-nagyon ritka számba megy, és most, hogy táborban van a két gyermekünk, volt lehetőségünk arra, hogy Miskolcon a főutcán sétáljunk egyet, beüljünk a kávézóba, és voltunk fürödni Tapolcán, tegnap úszni egyet. Tehát én azt gondolom, hogy a munka és a magánélet is ilyenkor ki tud boltosulni. Schmidt Ferencen, az Életfon Országos Egészségőrző Program vezetőjével, igazgatójával beszélgetek, méghozzá arról, hogy hogyan alakult az Életfa program, mióta nem találkoztunk. Üdvözöllek, és hát akkor kezdjük is talán ott a beszélgetést, ha valaki esetleg most kapcsolódott volna be a műsorban, vagy egyáltalán a műsor folyásban, és nem tudná, hogy mi az az Életfa program, akkor beszéljünk egy picit erről, mutasd be nekünk, kérlek, egy pár mondatban az Életfát. Köszönöm szépen nektek ezt a lehetőséget, üdvözlöm én is a nézőket. És valóban azóta azért már sok minden történt, hogy először találkoztunk. Nem csak nektek itt a televíziózás életében, hanem gyakorlatilag nálunk is, itt az Életfa programban. Az Életfa programot, hogyha valaki esetleg még valóban nem látta a műsorainkat, mi ezt azért hoztuk létre 2000-ben, hogy legyen egy olyan hiteles, szakmailag is elfogadható és közérthető, az emberek által is megérthető országos egészségőrző program, ami segít eligazodni most ebben az óriási információhalmazban, ebben a felgyorsult világban, hogy az emberek valahogy egészségesek maradhassanak, vagy ha nem, akkor egészségesek lehessenek. Hogyan tudjátok ezt elérni? Nem felülről jövő, ez egy alulról jövő kezdeményezés. Tehát én összegyűjtöttem olyan szakembereket, egy olyan szakembergárdát, akik szakmai oldalról mindenféleképpen hitelesek. Itt képviselve vannak az orvosok, a védőnők, a dietetikusok, gyógyszerészek, tehát igyekeztünk úgy, akik a szakmát tanulták valahogy, azoktól kapjunk tanácsokat az egészségőrzés terület. Egészségszakma. Igen, és a másik oldalról, mivel ez az egész rendszerünk egy nagy hálózatra épül, ezt nevezzük mi Életfa program hálózatnak, így a társadalomtól is kapunk visszajelzéseket, mert közvetlenül végezzük el a tanácsadást az embereknek, a családoknak, és ezáltal a tanácsadás révén nyilván megkérdezzük őket, hogy mire van szükségük, milyen tanácsokra van szükségük. Van egy nagyon frappáns Voltaire idézet, amit én is most mindig mondok az előadásaimban, és a magamévá is tettem ezt, hogy úgy döntöttem, hogy boldog leszek, mert az nagyon egészséges. Ugye? Tehát ez én azt gondolom, hogy ez nagyon jó. De én azt szeretném, hogyha itt Magyarországon azért minél több ember döntsön már úgy, hogy boldog lesz. Miért? Mert az nagyon egészséges. Ugyanúgy, ahogy a mosolygás és mi sok minden más. Ha egyébként egy picit a múltatokba nézünk, vagy akár a jelenetekbe, akkor mindenképpen érdemes és szükséges is elmondani azt, hogy Svájcig nyúlik vissza a ti történetetek. Igen, Svájc, valóban az indítatást a Svájc adta, bár én mindig azt mondom, hogy a programunk az magyar. Ez így Tehát van. Az Életfa program az magyar, de a Svájc adta hozzá az alapot, meg azt a hitelességet, azt a tudást, ami egy ilyen országos programhoz elengedhetetlenül szükséges. Most ezt elmondom, hát számokban is kifejezve, igaz, hogy nem mindenki szeret számolni, de itt csak összeadni kell, úgyhogy az egyszerű. Tehát van két svájci cég, akivel mi kapcsolatot tartunk. Ez a két svájci cég, ez már évtizedek óta, közel egy évszázada az egészségünkért dolgozik. Az egyik az 86 éves. 86 éve dolgozik azon egy fejlesztő szakember gárdával, hogy nekünk az egészségünk az jobb legyen. A másik svájci cég,
az meg 50, mennyi, nem, 62 éve. Uh-huh. 62 éve. Akkor itt vagyunk mi, a kisgyerekek, a kis csecsemőkorban, ugye mi 2000-ben alakultunk, és 16 éve foglalkozunk ezzel, és mivel ez a három összetevő teljesen szinergikusan, azaz egymást erősítve dolgozik együtt, azért, hogy itt a magyar társadalom az egészségesebb legyen, ez azt jelenti, hogy minden egyes kedves néző, aki ezt nézi, meghallgatja, az tudatában lehet annak, hogy mögötte áll összesen 164 év gondoskodás. Összesen 164 év tapasztalat, mert ezt a számot, ha összeadjuk, a 164 jön ki, remélem. De ennyi, tehát ez egy óriási dolog, és ezt meg kell ragadni. Én azt mondom a magam részéről, hogy ha én ezzel nem élnék, akkor elkótya vetélném ezeket az értékeket. Tehát itt van az a gyökér, itt van az, amiből egy fa tud táplálkozni, nevezhetjük ezt a fát életfának is. És ha egy kicsit visszatérünk hozzátok, ugye említetted azt, hogy nagyon sok minden történt veletek, nagyjából Igen. egy ilyen kicsit több mint fél éve beszéltünk utoljára. Mm-hmm. Mik az aktualitások? Nagyon sok fejlesztést végzünk. Nagyon sok fejlesztést végzünk, mert nekünk a piacot, vagy a vásárlói szokásokat, azt mindig figyelni kell. És ez változik. A mai világra jellemző ugye az, hogy ez áttevődik az online területre, tehát most már nagyon sokan ott keresik az információt, onnan várnak tanácsot, az internetről, egyéb helyekről, a közösségi portálok, Facebook, stb. Ezek megjelentek, és ezek beépültek a mi életünkbe. Uh-huh. Tehát itt nekünk fejleszteni kell. De nem csak mi fejlesztünk itt Magyarországon, hanem a svájciak is fejlesztenek folyamatosan, mert ők is érzik az idő hívó szavát. Tehát mi jelezzük nekik, mi ugyanis ez a két svájci cég, ez több mint 40 országban van jelen a világon, mi jelezzük nekik, hogy mit tapasztalunk itt a mi társadalmunkban, a mi környezetünkben, és akkor ennek megfelelően ők is fejlesztenek. A legutóbbi élményem, hogyha ezt szabad elmondani, az volt, hogy most nyáron voltunk kint Svájcban. Kikkel voltunk, egy kis magyar csapat a legjobbakkal, akik képviselték itt az országunkat, ezt az egészségőrző programot. És egy olyan óriási épületbe kerültünk, léptünk be, amit gyárnak hívnak, de inkább én azt mondom, egy nagy hotel, vagy egy nagy kongresszusi központ, tehát úgy néz ki, csupa üveg, és jelenleg ez ma Magyarországon, ezen a területen, pontosan így a kozmetika, meg a szépségápolás, meg az egészségőrzés területén, a világ legmodernebb gyára. Uh-huh. Lehet, hogy egy hónap múlva már nem az lesz, mert épül egy másik valahol Dél-Amerikában, de most ez a világ legmodernebb gyára. És amikor érdeklődtünk arról, hogy vajon miért kellett ilyen nagy beruházást bevállalni egy ilyen svájci cégnek. És azt mondták, hogy aki mögött 86 év tapasztalat, múlt van, annak legalább 86 évre előre kell gondolkozni. És ők olyat hoztak létre, ami 86 évre előre biztosítja azt, hogy a világot el tudják látni megfelelő termékekkel, megfelelő egészségőrző szolgáltatásokkal. És nagyon érdekes, ugye, hogy Svájcban ráadásul, mivel ez egy horribilis összeg ennek a finanszírozása, ráadásul domboldalban van, ott még a domboldalt is kellett alakítani, eszméletlen sok földet el kellett, sziklát el kellett szállítani, de beleilleszkedik a környezetbe, figyelnek rá nagyon. És ennek a megtérülése az generációkon át történik. Tehát nem úgy van az, hogy felveszek egy hitelt 10 évre vagy 20 évre, és akkor vissza kell fizetnem. Nem. Majd az unokáim fogják végül is visszafizetni az egészet. Tehát akkor jár le, ez nálunk elég elképzelhetetlen, meg hihetetlen, de hát arra felé megyünk, és mi a jó példát átveszünk Svájcból, és ezt igyekszünk a magyar emberek felé is tolmácsolni. Ha egy picit maradunk a hazai területen, és a magyar csoportnál, vagy a magyarországi részeken, akkor el kell mondani azt is, hogy most új palettával bővültetek, hiszen egy új termékcsoport, egy teljesen új szolgáltatáscsomag lesz? Igen, ez egy olyan család, egy olyan arcápoló termékcsalád, amin
hát éveken át több mint 10 emberes fejlesztő gárda dolgozott. Ugyanis hát a kozmetikaipar ma a világon és itt Magyarországon is azért nagyon sok lehetőséget kínál. Ezek a lehetőségek, ezek különböző kategóriákat takarnak, különböző igényeket szolgálnak ki. És a svájciak azok mindig olyan filozófia alapján hoznak létre valami értéket, hogy az jelentsen valami különlegeset, jelentsen valami pluszt ahhoz, ami eddig a piacon kapható. És a legmagasabb minőségi kategóriát képviselje, viszont ne kerüljön annyiba, mint amennyibe azok a, hát az én számomra, férfi ember számára méreg drága szépítőszerek. Kenceficék. Kenceficék, igen. Hát ilyen picik, és akkor abból én mondom, hogy lehet, hogyha én nekem kéne használni, két nap alatt kihasználnám, de természetesen ez csak túlzás. Gyakorlatilag ők jól bepozícionálják az ő termékeiket, és azon belül még igyekeznek valami pluszt, valami numero egyet produkálni. Na most ez az új, úgy mondják, hogy az arcápoló család, aminek 7, sőt 9 tagját fejlesztették ki. Hát ezek egymásra épülnek, most ugye nem én vagyok a hivatott arra, hogy itt a kozmetikaiparról beszélte, sokkal jobban tudod, hogy mi a folyamata ennek a dolognak. De az az érdekessége, hogy most mi 6 terméket hoztunk be ebből a családból, mert van mellette még nálunk is, vagy 4, hogy 3-at ebből a férfiak számára is ajánlunk. Tehát most már a fiúk is megtalálják a számítást. Tehát eddig soha nem kentem ilyesmivel az arcomat, nem peelingeztem, nem radíroztam, nem tonikoztam, nem hidratáltam. És most? És most már, hát most azt mondom, hogyha már... Ha én ennek a programnak a vezetője vagyok, akkor ki kell próbálnom, úgyhogy majd megerőszakolom egy kicsit magam, és akkor ezekkel majd megpróbálkozom én is. Hát ha majd egy olyan 20-30 évvel fiatalabbnak nézek. Meg rászoksz erre, ugye, meg rászokok erre, igen. Mert ugye az nagyon egészséges, ugyanúgy, mint a boldogság. Ez tehát a jövő, fejleszteni folyamatosan, minél több embert egészséges útra terelni, igen. És hát boldognak lenni. Így van, így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen neked. Tartsanak velem a következő adásban is, ahol a férfi meddőségről fogunk beszélgetni Varga Gyulával, a hosszú életétket és a makrobiotikát dr. Harsány Edittel ismerjük meg. Ellátogatunk Hernádvécsére és Morra is.